Köszöntöm a Városi Televízió nézőit, Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látják 2022. október 11-én kedden. A pontos idő 19 óra, kérem tekintsék meg majd műsorunk tartalmát. Október 6-ai megemlékezés. Száz éves lesz a Mezőtúri AFC. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése után az abban játszott szerepük miatt Aradon kivégeztek 13 magyar honvédtisztet. Rájuk emlékeztünk Mezőtúron október 6-án, ahol Kudlacsek Zsigmond, a Mezőtúri Református Kollégium történelem földrajzszakos tanára, a Szegedi Tudomány Egyetem doktorandusza mondta el emlékező gondolatait. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves megemlékezők! Tisztelettel köszöntöm Önöket Mezőtúrváros önkormányzata nevében az Aradi Vértanúk emléknapja alkalmából megrendezésre kerülő városi megemlékezésen. Az Aradi Vértanúk, a 13 magyar honvédtiszt, akiket az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése után az abban játszott szerepük miatt Aradon kivégeztek. Rájuk emlékeztünk Mezőtúron október 6-án, ahol elsőként Kudlacsek Zsigmond, a Mezőtúri Református Kollégium történelem földrajzszakos tanára, a Szegedi Tudomány Egyetem doktorandusza mondta el emlékező gondolatait. Köszöntöm a tisztelt hallgatóságot! Szeretném egy kicsit ezt az eseményt egy tágabb összefüggésbe helyezni, és látszott egy kicsit messzebbről indítani. Először is Magyarországon soha nem volt olyan országgyűlési törvény, amely Magyarország elismerte volna, hogy bármely idegen hatalomnak a fennhatósága alatt áll. Mert a skótok, Anglia, a Britannia, vagy Wales, vagy Írország. Ez esetleg meglepő hallása, nyilván, hogy valóságban nem ez volt a helyzet, mert gyakran a bécsi kormányzat beleszólt Magyarország ügyében, és jelentős külföldi hatás volt, de valós, de törvényileg soha nem volt elismerve, hogy bármely magyar kormányszék idegen hatalom fennhatóság alá tartozik. Például az országgyűléseket, amelyeket tartottak, németül is Landtagnak, országgyűlésnek és nem tartománygyűlésnek hívták, és Magyarországon, amikor országgyűlés volt, megjelent Oroszország, Poroszország és Velence követei, magyarul ez e környezetünkben a hatalmi tényezőként és eseményként számított. Tehát Magyarországnak volt egy fixált joga, amihez ragaszkodott. Ez az egyik. A másik pedig, hogy valójában a Szent István óta a legfontosabb esemény történt a magyar történelemben, nevezetesen ugye Szent István idején a magyar nomád állam típust váltott, és egy keresztény nyugati típusú állammá vált, és társadalmi is átalakult. Itt például arról szólt a történet, hogy a feudalizmusból a kapitalizmusba lépett át Magyarország, és erről szólt a reformkor és a 48-as szabadságharc is. Na most a szabadságharc célja, sőt maga reformkornak is a jobbágy felszabadítás, a polgári tulajdonnak a bevezetése, a törvény előtti egyenlőségnek a nyugati típusú életbe léptetése. Szomorú, hogy egyáltalán erre a szabadságharcra sor került, mert ezt el lehetett volna kerülni, és a Habsburg udvar két dolgot nagyon rosszul ítélt meg. Első, Magyarország nem akart elszakadni pontosan nem is tartozott Ausztriához, épp erről szóval nyugati térképeken gyakran bérják, hogy a Habsburg Birodalom és Ausztria. Magyarország nem volt Ausztriának része soha, tehát a Habsburg dinasztiának volt egy indokolatlan rettegés attól, hogy Magyarország elszakad a Habsburg háztól. Ennek az volt az oka, hogy alaptalan volt ez a rettegés, ugyanis Magyarország eredetileg a Habsburg dinasztiát azért vállalta fel, mert a török elleni védelem miatt. Na most, ahogy a törököt kiűzték és a török hatalom lehanyatlott, sajnos nem volt időnk fellélegezni, meg hátradőlni kényelmesen, mert új félelmetes ellenség jelent meg a cári Oroszország, amellyel szemben szintén a Habsburg család védelmére szántak, támaszkodtak, és Kossuth Lajos ki is jelentett, hogy a két nagyhatalom között összecsapás lesz, akkor Magyarország nem kétséges, hogy melyiknek az oldalán fog állni. Következő lépés, Magyarország elgondolása, magyar politikai eletté az volt ekkor, hogy létrejön egy egységes Németország, és Magyarország personál unióval kötődik a német birodalomhoz, magyarul közös lesz az uralkodó, de minden másba független. Ez volt az alap elgondolás. A következő probléma, itt nagyon elszámították a Habsburgok,
hogy a magyarság ellen uszították a nemzetiségeket. És márpedig egy sok nemzetiségű birodalomban ez öngyilkos lépés, mert egy birodalmat mindig különböző eszmék kötnek össze, lehet a nyelv, kultúra, vallás, sokféle elgondolás, de viszont rövid távon ez hasznosnak tűnt, hogy a legerősebb nép ellen uszítják a kisebbeket, és de viszont olyan gyilkos polgárháborúhoz vezetett, amely ezek népeknek a békés egymás mellett élését a jövőre nagyon megkérdőjelezte. Szokták mondani, a politikus mindig a következő választásra gondol, a államférfi a következő nemzedékekre. Tehát itt egy gyűlöltséget nemzedékekre keresztül elhintettek azáltal, hogy a magyarok, szerbek, románok közötti ellentétet szították, és kirobbant ez a polgárháború, amelynek a szörnyűségét csak megemlítettem, de ideje hiányában részletekben ebben kapcsolatban nem tudok belemenni. Mivel hogy a Magyarország részéről volt készség a megegyezésre, hogy ezt nem csak én találom ki, Batthyány Lajos és Deák Ferenc többször próbált a Habsburg Birodalom vezetőivel szót érteni és egy kompromisszumot találni, nem rajtuk múlt, hogy ez nem sikerült. Most, mivel hogy a Janosi tábornok ugye 1848. szeptember 11-én átlépte a Drávát, akkori horvát-magyar határt, ami középkorban azért nem pont ott volt, de erre megint nincs idő kitérni. A lényeg az, hogy Magyarországot olyan fegyveres támadás érte, hogy kénytelen volt megszervezni egy hadsereget, egy olyan hadsereget, ami eredetileg nem is volt terve, ismétlem sokkal korábban, sokkal hamarabb lehetett volna létrehozni egy kiegyezést, kevesebb veszteségek, fájdalom nélkül. Egyébként az is érdekesség, hogy amikor a létrejön a kiegyezés egy picit előre szaradva, az osztrákok úgy fogták fel, hogy van egy birodalom, amelynek van két önálló része, Ausztria és Magyarország. A magyarok úgy fogták fel, hogy van két önálló állam, amelynek vannak közös ügyei. Ezen a eltérő értelmezés ellenére minden remekül működött, de eddig mehető még sajnos ekkor messze vagyunk. Tehát Magyarországon kénytelenek megszervezni a hadsereget, a nemzetőrségből, Batthyány Lajosnak erre nagy szerepe volt, és ez a hadseregnek a megszervezésében, működtetésében nagyon nagy szerepük volt ezeknek a tábornokoknak, akiknek az emléke miatt mi most itt összegyűltünk. Már az remek teljesítmény volt, hogy 1848. szeptember 29-én sikerült Pákoznál Jalasi tábornok csapatait megállítani, sőt kimanőverezni az országból. És utána viszont a Windisch-Grace tábornok átvette a hadsereg vezetését, és a bécsi forradalom leverése után, az sajnos megint egy fontos dátum van, október 6-án Latour tábornokot meglincseli a bécsi tömeg, tehát nem véletlenül október 6-án végezték ki az aradi vértanúkat, eznek az eseménynek a évfordulája miatt, és a magyar hadsereg kénytelen Dunántúlon visszavonulni, egyszerűen azért, mert jó szervezett birodalmi hadsereggel áll szembe. Görgei tábornok emlékidataiban leírja, mennyi küzdelembe került, civil emberekből kellett katonákat neki kiképezni, átnevelni, és azért ez nem könnyű mutatvány, mert azért a háborúban két kegyetlen dolog van, hogy ölni is kell, meg meghalhat az ember, és amíg ez lelkileg nem tudja elfogadni, felkészülni, akkor eleve vesztése van értélve, tehát ott férfiak kellettek. És ennek a folyamatát írja le Görgei tábornok az emlékiratövet többek között. De nem csak Görgei tábornok helytállásának és a csapatok kimentésének a remek manővereit dicsérhetjük, hanem Kossuth Lajosékat, akik ekkor megszerveznek három hadtestes is, Klapka György első hadtestét, Aulik Lajos tábornoknak a második hadtestét, Damjanics János harmadik hadtestét, és a Tiszánál sikerül egy komoly erőt összevonni, amely képes megállítani Windisch-Grace hadseregét. És persze ez ismétem rendkívüli erőfeszítésekbe kerül, Kossuth toborzótja mezőtúron is járt, éppen azért ennél a szobornál emlékezünk rá, tehát a szervezésbe, a lelkesítésben Kossuth Lajosnak is óriási szerepe volt. A magyar hadsereg ugye megindította a tavaszi hadjáratát, volt egy első kísérlet a Dembinski tábornok úrral, vele az volt a probléma, sajnos a történet során még szóba kerül, hogy hát ő csak visszavonuláshoz értett, de ahhoz nagyon. Itt viszont nem erre volt szükség. Éppen ezért őt leváltották, és Görgei lett a hadseregnek a parancsnoka, illetve helyettes főparancsnok, de mi a főparancsnok nem volt gyakorlatilag, ő volt a parancsnok. Görgei tábornok vezetésével megindul az ellentámadás, és április 2-án 60-nál legyőzik az osztrákokat, április 4-én Isaszegnél győzik le az osztrákokat, április Tápióbicskénél győzik le az osztrákokat, és április 6-án Isaszegnél győzik le az osztrákokat, és a magyar hadsereg szorítja vissza az osztrák haderőt, Vác, Nagysaló, Komáromig. És a
egy látszott támadást indít Buda ellen Aulich tábornok, hogy ne jöjjenek rá, hogy egy bekerítő hadmozdulatról van szó, és az olyan jó is sikerül, hogy később kapcsolnak az osztrákok, és akkor igyekeznek kimenekülni a gyűrűből. És Windisgész tábornokot leváltják, és Ferenc József írnek egy levelet, hogy szomorú kötelességem önt felmenten a hivatalából. Windisgész mégiscsak egy herceg volt, meg úriember, tehát nem a mai kor stílusába válaszolt, hanem úriember módon, és az visszaküldte a császárnak az összes kitüntetését, és azt válaszolta, ha annak idején nem állok ön mellé, önnek ma nem lennének kötelezettségei. Mind a kettőjüknek igaza volt a maga szempontjából. Ezt követően a Kossuth Lajos magyar-angol kéttanítási nyelvű általános iskola diákjainak műsorára került sor, majd a történelmi egyházak képviselői mondtak imát, és végül az emlékezés koszorúinak, virágainak elhelyezésére került sor. Koszorút helyezel a Városi Nyugdíjas Klub. A 2023-as évet a MAFC jubileumi évévé fogadta el a képviselőtestület. Az 1923-ban alakult Mezőtúri AFC Spartacus SE jövőre ünnepli működésének 100. évfordulóját, amelynek keretében számos sportprogramra lehet majd számítani a 2023-as év folyamán. További fontos napirendi pont volt még a Mezőtúri AFC 100 éves jubileumának megünnepléséről szóló előterjesztést, ahol arról döntött a képviselőtestület, hogy az 1923-ban alapított Mezőtúri AFC Spartacus SE, tehát ismertem nevén a MAFC jövőre 100 éves lesz, ennek örömére és ennek tiszteletére a 2023-as évet a Mezőtúri AFC jubileumi évévé fogadta el a képviselőtestület. Ennek megfelelően szeretnénk minél színesebb programokkal és minél több mozgással tölteni a 2023-as évet. Itt fontos célkitűzések között szerepel egyrészt, hogy minél több mezőtúri embert megmozgassunk, legyen az amatőr vagy versenyszerűen sportoló ember a 2023-as évben. Szeretnénk ebbe a Mezőtúri AFC különböző szakosztályának edzőit bevonni, szabadtéri rendezvényeken, valamint nyilván fedett rendezvényeken is. Meglátjuk, hogy milyen időpontokban tudjuk ezeket megrendezni, és ehhez a 100 éves jubileumhoz szeretnénk méltó eseményt és rendezvényt is megszervezni majd a 2023-as évben. Ehhez meglátjuk, hogy milyen költségeket tudunk hozzá rendelni jelen helyzetben, ugye ez abszolút nem egyszerű feladat, ezért is kértem a kollégákat, hogy keressük a pályázati lehetőségeket annak érdekében, hogy ne önkormányzati önerőből kelljen ezt a rendezvényt vagy rendezvénysorozatot kialakítani és megalkotni. Szeretnénk kiállítást is egyébként nyitni a 100 év alkalmával, nyilván egy időszaki kiállításról beszélünk, egyébként korábban ilyen volt, azt szeretnénk kibővíteni, és még tudnám sorolni a jövő évi elképzeléseket ezzel kapcsolatban, de a döntés arról született, hogy a 2023-as évet a Mezőtúri AFC jubileum évévé állapítja meg a képviselőtestület. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet! Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látták. Friss hírekkel majd holnap is várjuk Önöket. Addig is minden jót kívánok, a viszontlátásra!